Szép jó reggelt, köszöntök mindenkit, sziasztok! Ez itt újra a Leadcast, a Lead Gaming magazin, hiper-super gaming podcastja, ami technikai problémákkal soha nem küzd. Nem. Sose történik ilyen. És itt van velem Áron. Igen. Hát szervusz, Áron. Mi a helyzet, Dani? Hát mérhetetlenül fáradt vagyok, úgyhogy... Felciccent ez egy kis ember, én már megtettem. Kis embert ciccentek, igen. Egészségetekre nektek is. Szóval, hát nagyon húzós hetünk van, de nagyon sok izgalmas forgatáson vagyunk túl. Ez most már nem, tehát ez már kim van publikusan az Insta Story-n. Ma a Cuki vagyok lánynál voltunk interjúzni, és nagyon, és tényleg Cuki volt. Még mindig az. Igen, igen, abszolút, nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy abban láttam majd a DVD-ket, nem is értettem, hogy miért van hirtelen három itt az irányban. Igen, srácok, mit műveltetek? De most már értem. Adott nekünk ilyen Juti DVD-t, ilyen milyen neve? Party Vix, vagy nem Party, tudom. Igen, nem tudom, mi volt, de gyönyörű. Rengeteg remix van a számból, minden nagyon jó. Na de, ami miatt most itt ülünk, meg amiről beszélünk, az a Last of Us sorozat. Az HBO-s Last of Us sorozat vége lett. És hát igen. Én már kidobtam kérdésként a mi YouTube csatornánknak, hogy hányan nézték, és ki az, akinek tetszett, ki az, akinek nem tetszett. Én néztem. Mi néztük, igen, tehát hogy nyilván nem láthatatlanul beszélünk róla. Az volt az érdekes, én amúgy azt hittem, hogy ez sokkal népszerűbb ez a sorozat. Vagy legalábbis mondjuk abban a körben, mint a mi közönségünk, de kb. Ugye a válaszolóknak a 60%-án is nézte. Wow. De aki nézte, annak a többségnek tetszett. Wow. Viszont a kommentek, azok meg full a negatívba mentek el. Tehát nyilván annak van a hangosabb véleménye. Na és akkor ilyenkor kellett engem előrántani így a semmiből, hogy Áron, beszéljünk erről, mert valamit... Na jó, nézzük, hogy majd mi a véleményünk erről. Egyébként néztem a számokat, de a számok is nekem furák voltak, hogy így... Már milyen szám? A mag úgy unblock a nézettség, tehát hogy az HBO is állandóan dobálta ki ezeket a promó képeket, hogy rekord mennyiségű nézője van mondjuk az utolsó előtti, meg az utolsó résznek, és csak ilyen 8,1 millió, meg 8,2 millió, azért amellett, hogy állandóan arról beszéltünk, hogy fú, Pedro Pascal, és óriási nagy hit ez a sorozat, és azért ez mondjuk a fele volt a sárkányos csodának ott az HBO-ról. Tehát, hogy oké, nem összehasonlítható, meg azért réteg, meg videójátékos adaptáció, mégis még ebben a kategóriában talán mondhatjuk, hogy azért ez ténylegesen egy nagy siker, hogy több mint 8 millióan leültek és lepörgették, ugye, már az első napokban az utolsó részeket, de hát azért nem tudom, egy kicsit nekem ez olyan fura volt, ilyen felemás érzés, hogy benne vagyunk ebben a világban, állandóan ilyen gaming tartalmakat nézünk, hallgatunk, csinálunk, próbálunk utánunk nézni, és nekünk azért ez abszolút a naprendszerünk napja volt az elmúlt időszakban. És közben meg azért mégsem olyan őrületesen nagy történet még a gaming, akár egy ilyen trónok harca spin-off-val kapcsolatban. Nyilván, de azért azt nézzük meg, hogy a trónok harca, az, hogy a trónok harca sikerét összehasonlítani a Last of Us-szal azért is nehezebb, mert a trónok harca már megtette azt az utat, hogy egy relatíven nis sorozatból, mint fantasy, tehát ezért amikor a Trónok harca első évad első rész kijött az HBO-ra, annak se volt nagy nézettsége. Meg a büdzsé, meg láttuk, hogy azért még... Igen, tehát az első évad az még inkább arról szólt, hogy szerintünk tök jó sztori van ebben, úgyhogy megcsináljuk ezt a sorozatot, és aki nézte, az egyetértett ezzel, csak hát ahhoz meg kell győzni embereket, hogy ott is maradjanak. Tehát szerintem inkább a Last of Us is egy ilyen dolog a videójáték adaptációk, vagy ilyen dolog lehet a videójáték adaptációknak, hogy most ez talán majd teret nyit továbbiaknak, meg nyilván ennek a tehát hogy a Last of Us sorozat második évadának is teret nyit, de úgy általánosságban. Hallottuk, hogy a második, esetleg harmadik évadának, mert azért most már van hír ugye a folytatásról, biztosan lesz folytatás, azt még nem tudjuk, hogy hány részben fogják feldolgozni a folytatást, meg hogy hogyan. Az a valószínűbb, hogy ugye ketté bontják, tehát a második játékot két évadra bontják, mert azért önmagában is hosszabb a sztori, tehát önmagában csak nyers cutscene-ben is hosszabb a part 2, mint az első rész, szóval adná magát, hogy... nem tudom, hol lehet jól elfelezni. Mennyire spoilerezhetünk egyébként, most spoilernek számít, hogy egy part 2-ról beszélgetünk, tehát hogy azért történetvezetés szempontjából is lenne értelme ketté vágni a magát a sztorit. Hiszen ugye két főbb karakterről beszélünk a part 2-nél is, tehát a két szemszöget bemutatni azért be lehet két évadban akár. Az mondjuk szerintem fura lenne. Én tehát hogy ha valamit feldolgoznak
Tehát, hogyha valahogy feldolgozzák, én tudti azt csinálni, hogy párhuzamosan. Hát itt emberek szívinfarktust fognak kapni, hogy a két cliffhangert kapnak az első, a part 2 első évad végén, hogy egyik szál sincs sehol még, és mindegyiknél, úristen, igen, most valahol el kell vinni. Nem tudom, lehetséges, hogy azért fogják azt csinálni, hogy egy kicsit így... Lehet, mindegy, kicsit csak például, nem tudom. Mindegy, próbáljunk meg azért nem spoilerezni, mert nyilván azért ezzel a podcast adással tudom, hogy bevonzottunk olyanokat, akik még csak a vagy csak a sorozatot nézték. Szóval annak ellenére, hogy igen, nyilván a Part 2 az most már egy két éves játék, 3 éves lesz most nyáron, az 2020-ra volt, ugye? Covid idején teszteltem. Covid nyár volt, igen. Az 2020, igen, 2020 nyára volt, tehát most lassan 3 éves a Part 2, most tegyünk úgy, mintha még ez csak egy új sorozat évad lenne. Beszéljünk arról, hogy amúgy hogy tetszett neked a sorozat? Összességében nekem nagyon tetszett a sorozat, pont azért, mert én szerintem az első részt legalább 100-szor játszottam végig, és hála a csodálatos PS5 remake per remaster, meg ennek a csodának, amit most legutóbb egyébként fel is dolgoztunk videó formában is a YouTube csatornánkra, ugye az idén jött, tavaly év végén, a lényeg, hogy néhány hónapon belül megint beleraktam abba a játékba, vagy 22 órát, szóval rettenetesen friss volt, és ennek ellenére is tudtam élvezni a sorozatot, pont azért, mert olyan dolgokat nagyított fel a sorozat, amire egyébként nem nagyon volt, nem tudom, idő, tér, lehetőség a játékon belül, tehát... Voltak olyan mellékszálak, amiket csak és kizárólag úgy ismerhettünk meg a játékban, hogyha mondjuk felvettünk egy cetlit egy asztalról, és elolvastuk, igen, hogy itt bizony ez és ez történt. Egyébként, ha olyan játékos voltál, hogy rohantál előre, fogalmad nem volt arról, hogy ez megtörtént abban a világban. Na, igen, itt az HBO sorozat esetében konkrétan világot építettek ugye a Druckmannék, és lehetőséget kaptak arra, hogy bővítsenek azon a világon, amit ők egyébként már szanaszét bővítettek, és gyakorlatilag milliók rajonganak már érte. Tehát konkrétan ott volt erős ez a sorozat, hogy én szerintem pluszt adott a rajongóknak, meg azoknak, akik már tényleg rojtosra játszották a CD-ket, meg az egyéb kiadásokat. Na meg hát ugye bevezette azokat, akik teljesen laikusként megjöttek. Igen. És egy nagyon érdekes, hát ilyen road movie-t kaptak, vagy road series-t kaptak. Számomra még az sem volt fájó egyébként, még most mielőtt belemennénk a mélységébe, hogy kevés volt ugye az infected, a fertőzött, és ezt állandóan erről olvastam online. Na, erről is megvan egyébként a véleményem, de most, hogy egy kicsit így átbeszéltem, hogy én mit gondolok, neked hogy tetszett, mert ugye te is megnézted. Én is nagyon szeretem. Én nyilván nekem a játékkal amit kevesebb tapasztalatom van, tehát nekem is nyilván csináltunk lore videót róla, meg mit tudom én, de ugye én ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem vagyok konzolos, tehát hogy én így nem voltam ebben nagyon benne 100%-ig, de nyilván az egész sztorit már elszpoilereztem magamnak a lore videóval, szóval hogy azt tövülő hegyire azt vágom, úgyhogy nyilván nekem se volt meglepetés. Én azt szerettem ebben a sorozatban, nekem is nagyon tetszett, hogy és pont azért is akartam ezt a podcast témát ide behozni, hogy pontosan értették azt, és végre valaki érti, hogy mit kell adaptálni egy játékból, és mit így nem. Van. És pontosan. Nekem pont ez a véleményem, mert az infected cuccról, meg mit tudom, miről, tehát hogy az, aki számon kéri ezen a sorozaton azt, hogy hiányoztak olyan jelenetek, amik gameplay voltak, az alapvetően nem érti a különbséget a mozgókép és a videójáték között. Tehát nyilván hiányoztak, nyilván átugrották, mert azt a részt nézni rohadt unalmas lett volna. A gameplayt pont megfelelő mennyiségben rakták bele a sorozatba, de alapvetően itt a sztori volt a lényeg, és a cutscene-eket kellett adaptálni elsősorban. Nyilván egy kis ugrása, hogy mi történik a kettő között, de tehát hogy most képzeld már el, hogy amikor az utolsó előtti rész, mondjuk az első évadról full spoileresen beszélünk, jó? Ja, persze, most megnéztük, úgy döntünk, nem, hogy más is megnézte. Igen, tehát hogy ez van. Ezt remélem nem nézi ennek, mert nem nézte végül. Most már kétszer is lehetőségetek volt kétféle verzióban végignézni, vagy megtapasztalni, most már mindegy. Szóval, hogy most képzeld el, hogy a végén a kórházas rész, az egy rohadt hosszú fájt. Hogy nem? Az egy nagyon sokáig tartó. Most képzeld már el, hogy 45 percig nézed azt, hogy a Joel hogyan lövi le a Firefly-es katonákat. Ez
iszonyú unalmas lett volna, nyilván átugrották és elintézték kettő rövid jelenettel. Mert nem kell belőle többen, nem lényeges a történet. Ez, tehát, hogy itt igazából arról van szó, és az a lényeges egy adaptációban, hogy mi volt az, amit az eredeti játék át akart adni, és hogy azt az üzenetet, azt a mélyen rejlő meta üzenetet hogyan lehet egy filmben, egy mozgóképben előadni, élő szereplőkkel és egy sorozat struktúrájában. És ezt szerintem rohadt jól csinálta, és kifejezetten jók voltak ezek a kiegészítő dolgok, amik a játékban nem voltak ilyen explicit módon megmutatva, nyilván, mint a Bill és Frank története, de ott voltak a világban, és hozzátesz az alapvető üzenetéhez. És én azt vettem észre a sorozatra érkezett kritikákból, hogy rengetegen szerették úgy a Last of Us-t, hogy nem értik az üzenetét a játékok, hogy nem értik a sztori üzenetét. És hogy tehát az egész Last of Us arról szól, és minden egyes jelenet azt támasztja alá, vagy tehát, hogy azt a kérdést próbálja meg megválaszolni, az én olvasatomban, de nyilván ezt, ha jól tudom, ezt a Neil Druckmann is megnyilatkozta, hogy lehet-e embernek maradni egy embertelen világban? Ez a kérdés. És minden rész erre a kérdésre próbált válaszokat keresni. És az egész játékban minden jelenet erre a kérdésre, tehát hogy minden karakter egy új példával mutatja meg, hogy lehet-e embernek lenni egy embertelen világban. És ehhez néha kellenek zombik, de a zombik az bőven elég, hogyha az csak egy háttérbeli fenyegetés a sztorihoz. Kétszer-háromszor lettük őket, és bőven elég volt. Teljesen jó volt a sorozatban. A játékban nyilván több kell, mert a játékban kell valami, kell egy egy dehumanizált ellenfél a gameplay szekciókra. Szóval hogy nyilván többször találkozol ezekkel, de amúgy meg emberekkel is. Sokkal többet harcolsz. De szerintem többet harcolsz, igen. Főleg a második részben meg végképp. Szinte végig, igen. De ott is ugyanaz van. Sőt, igen, hát ott a játékban szintén olyan, mint itt a sorozatban, ilyen kicsit ilyen aláfestő történt, hogy amúgy még mindig vannak haló, de nem ők a főbb problémák. És pont ez a lényege. Pont ez a lényege, hogy egy zombi apokalipszisben egy ponton túl már nem attól kell félned, hogy a zombik mit csinálnak veled, és ezen is kivannak a követő, hogy nem zombik, hanem fertőző. Nem tök mindegy. Technically zombik. Ugyanazt a szerepet töltik be. A lényeg, hogy egy dehumanizált, de emberszerű fenyegetés, amit bárki elkaphat. Tök mindegy, hogy hívod, mindegy. Tehát, hogy pont ez a lényeg a sztorinak, hogy attól kell félned, hogy az emberek elállatiasodnak. Hogy azok válnak fenyegetővé, akik még el sem kapták ezt a fertőzést. Akik még nem is gombásodtak el, és még elméletileg épeszüknél vannak, és ők emberek, és tőlük jobban kell tartanod, attól az erőszaktól, attól a túlélési ösztöntől, amit a fajunk utolsó tagjai mutatnak. The Last of Us. Hát nem tudom, én nekem lehet, hogy azért működött nagyon ez a sorozat szintén, mert én annó rá voltam rettenetesen pörögve a Walking Dead-re is, és ott is ugyanez volt a helyzet. Tehát ott sem zombikról szólt az egész, hanem pont arról, hogy abban a helyzetben egy csapat ember hogyan élhet túl, ők hogyan interaktálnak más ember csoportokkal, és akkor mit hoz ki belőlük ugye az adott világ. És ez is pont azért érdekes, csak ugye most nagyon fókuszálva két ember életére, sorsára nézzük ezt az egészet. Végén pedig egy nagy ilyen csoport, hanem itt ugye Ellie-ről van szó, és itt most beemelnek egyébként ugye azt a plusz effektet, ami rettenetesen erős mind a játékban, mind pedig itt ugye, hogy van egy ember, aki már teljesen meg van törve, aki az kb. Csak napról napra él, és megint kap egy lehetőséget a sorstól, vagy tök mindegy, minek nevezzük, arra, hogy lehess, hogy valahogy az az űr, ami a lányának a halála, így gyakorlatilag belehessen egy kicsit tömni, és ő is kapjon még egy plusz lehetőséget az élettől arra, hogy ő tovább éljen. És ezzel, hogy ő gyakorlatilag magát átverekedi gyakorlatilag az összes ilyen érzelmi, nem is tudom, ilyen buktatón, mire ő eljut odáig, hogy ő hajlandó megnyílni és szeretne másikat, közben megment egy másik embernek az életét, mert ugye oké, hogy Ellie-nek a sorsa az, most itt lehet veszekedni, hogy Joel jól döntötte vagy sem, ezt majd ugye mindenki döntse el maga, meg egyébként akár mi is feszegethetjük, de ez is teljesen mindegy. Amíg eljut oda, ugye, hogy itt elviszi a célba, lényegében megmenti a lányt, többszörösen megmenti a lányt, szóval egyszerre menti saját magát meg a lányképet, szóval ez az egész egy nagyon komplex érzelmi dráma is
összességében, mind a két karakter szempontjából, és ez már a játékban is rettenetesen erős volt. Én emlékszem, olyan 18-19 éves lettem, 2013-ban jött ki a játék, szóval igen valahogy így. 10 éve volt. És akkor is már brutális élmény volt, és ez ugye természetesen azóta már mindenki tudja, hogy gyakorlatilag mikrohullamú sütőre is kiadták. Nagyon-nagyon komoly eladásokat tudhat maga mögött, és hát ezért is jutott el oda, hogy egyébként úgy döntöttek a készítők, hogy gyerekek, ezt meg kell mutatni másoknak is, nem másoknak csak a játékosoknak. Is, mert hogy tényleg, és tényleg az Ellen keresztül ez a válasz végül erre a kérdésre, hogy az emberi kapcsolatok, az, hogy meg akarunk menteni valakit, az egy nagyobb elemi ösztön, mint az, hogy magunkat akarjuk megmenteni. És ez egy rohadt fontos üzenet. Tehát, hogy főleg érted mai abban a világban, ahol emberek tényleg képesek azzal érvelni, hogy a kapzsiság meg a mások eltaposása az emberi ösztön. Igen. Hogy ez nem így van. A mások segítése az mélyebb emberi ösztön, hogy segíteni akarsz valakin, aki nem tudja magát megvédeni. Az egy sokkal erősebb ösztön, és szerintem pont erről szól ez a sztori. És tényleg, és ezért tök jó, hogy ez eljutott ennyi emberhez, tehát hogy ha valami játékból készül egy ilyen minőségi adaptáció, akkor nagyon örülök, hogy a Last of Us volt az. A másik, aminek örülnék, ez a God of War, és szerintem lemerném fogadni, hogy a biztos lesz itt még valami persze, tehát ezt tudja, hogy nem akarják. De mondjuk, jó, nyilván a 18. Na jó, de akkor God of War, akkor melyik? Tehát már az új. Hát na jó, nyilván igen. Ugye itt a kérdés, hogy akkor most melyiket szeretnénk? Szintén ugye ezt a drámaibb vonalat, az újakat, vagy ott kezdünk, hogy kinyírjuk a teljes Olimpot. Valószínűleg az nem menne ugyanígy át. Tehát az nem ugyanaz a hangulat lenne. Mert nyilván az újra gondolok. Mondjuk az majdnem ugyanez a sztori. Meg hát azt tetszik, hogy igazából a Pedro Pascal most két ugyanolyan sorozatnak a főszerepét játsza párhuzamosan. Ja. Hiszen a Mandalorian is épp most megy. De ez is... tehát ugyanaz a sztori, könyörgöm. Imádom mind a kettőt, tényleg, de azért a Mandalorit felhozni, mint Pedro Pascal sorozat, a csávó gyakorlatilag szerintem a szomszédom is játszhatná azt a karaktert egyébként. És csak egy utolszinkronban felmondja Pedro Pascal, köszönjük szépen, szerintem nincs is a helyén amúgy, ahol forgatásoknál. Tényleg ő van ott a csávó. Az is egy másik zseniális húzás, hogy így tényleg beültette egy ekkora kaliber, csak egy ülöm. Jó, mondjuk azért amikor elkezdte, akkor még nem volt akkora kaliber, most azóta hirtelen giga kaliber lett. Ja. De most már fixen nincs ott, még lehet, hogy az elején őt ültették be ebbe az egy bádog cuccba, de azóta már fixen nincs ott. És úgy egyébként olvastam is erről, hogy valami az esetek 80%-ában tényleg nem ő van benne, ő csak az utószinkront készíti. És most, mikor idefelé jöttem, ugye jöttem a stúdióba vonattal, akkor pont olvastam egy cikket, hogy nagy valószínűséggel már sosem fogjuk látni Pedro Pascal arcát a Mandalorianben. Szóval a faszi az hátradől, ömlik az arcába a pénz, néha amikor hívják, akkor oda megy, felmond néhány sort, mert egyébként csak néhány sort mond, és kész. Igen. És meg azért megcsinálta magának. A Last of Us-ban is két részen keresztül egy matracon feküdt. Tehát, hogy így, és azért is megkapta a teljes epizód gázit. Egy érdekes adalék, gondolom te nyilván észrevetted, de azért, hogyha most ezt olyanok is nézik, én a feleségemnek, amikor néztük együtt, akkor mindig említettem, hogy ő volt az eredeti Joel, ő volt az eredeti Ellie. Új, van meg igen. És benne van, nem tudom, hogy most elmondhatom a spoilert. Na mindegy, benne van egyébként a Abby is. Az Abby is? Igen. Ki? Az ő színészét nem ismerem fel. Na, az egyik nurse az utolsó részben. Tényleg? Esküszöm, kurva. Úristen, na az mondjuk zseniális húzás. Jó, szóval, hogy a... Pont egy nurse, de ismerve. Igen. Szóval, hogy a kanibál Davidnek a haverja a James, akit Torkon szúr Eli, ő volt ugye Troy Baker, aki az eredeti hangja, és hát motion capture színésze volt a Joelnak. És Eli anyukája, ami jelenet amúgy szintén nincs a játékban, nincs ugye? Benne, tehát, nincs és benne. Említve sincs. Nem, és a játékban sincs. Olyan jellegű említés sincs, hogy talán honnan eredhet Ellie-nek ugye a rezisztencia. Igen. Itt viszont ugye van, hát egy utalás. Jó, de megpróbálnak valamit hozzáadni szintén, hogy legalább játszunk el a gondolattal, mi van, ha emiatt. A játékban ilyen nincs, tehát ott semmit nincs. Nem tudsz róla. Semmi nincs az előtörténetéről. Na de hogy Eli anyukája, aki beszalad oda, ő játszotta Ellie-t a játékban. Így van. Hát felnőttként, tehát hogy le kellett kicsinyíteni a karakteremodát. Jó, de az arcát azt úgy... De mondjuk igen, az ő arca jobban hasonlít. Szóval igen, ők így benne vannak, meg hát akkor ezek szerint a második évadnak is egy fontos szereplője. Vagyis hát aki a játékban fontos szereplő, már annak a színésze is szereplő. Mondom, nem lehet tudni, hogy mi lesz majd a folytatásban, mert a különféle interjúkból, meg nem tudom, ilyen blogposztokból, meg stb., amit ugye a készítők csinálnak,
azt lehet leszűrni, hogy drasztikusan más irányba fogják terelni a sorozatot, mint a játékot. Hát, hogy ez mit jelent, azt nem tudom, de azt biztos, hogy konkrétan 1:1 megcsináltak jeleneteket a játékból a sorozatba. Teljesen. Szerintem nem is, szóval ezért nem is értem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy én játszottam a játékkal, és ez egyáltalán nem hasonlít, és ez egy teljesen, van, hogy szóval, teljesen más. Konkrétan megcsináltak valós szereplőkkel ugyanolyan jeleneteket. Tehát ha megnézed akár az utolsó epizódot, ugyanaz, leviszi a liftel elit, ott van mellette. Minden teljesen. Minden, meg a pár, sőt, mondatok voltak ugyanazok. Egy tehát az ilyen mondat. Poénos ilyen Joel-Ellie interakciókat, amik egyébként gyakorlatilag zseniálissá és varázslatossá tették a játékot, és élővé, azt átemelték a sorozatba, és nem írtak átszöveg dobozokat, konkrétan eléjük tolták, hogy te ezt olvasd fel, és nem is értem az embereket, akik azt mondják, hogy ez így nem működött. Ha pedig akciófilmet, vagy nem tudom mi a bánatot vártál, akkor örülhetsz, mert azt hiszem, csinálnak Call of Duty filmet is majd a jövőben, Henry Cavill-lel, a csávó meg majd fog majd valami okát, aztán ezért darál jobbra, vagy tök mindegy. Igen, tehát hogy tényleg az a durva, hogy amikor olvastam véleményeket róla, akkor igen, tehát ez volt az egyik nagy kategória, aki feltűnően nem értette, hogy miről szólt ez a játék, vagy igen. Azok, akik olvasták a neten, hogy erre haragudni kell valamiért, és behoztak ilyen nagy ilyen kultúrharcos dolgokat, hogy én nem bosszankodni jöttem, meg mit tudom én, és fölbosszan... És így, úristen, tehát, hogy ezt így tényleg nem értem, ezt a gondolatmenetet, hogy az emberek azt hiszik, hogy a sorozatgyártók írtak egy történetet, amit valaki megmondott nekik, hogy írni kell, hogy ezt most propagandából írják meg, és utána az újságírók, meg akik nézik, akik foglalkoznak ezzel, azoknak nem tetszett, de ráerőltették magukra, és azt mondták, hogy ez hű, de jó, és mi tényleg ez a gond, ezt hiszik az emberek? Hogy egy csomó ember nem mer őszintén élvezni már dolgokat, hanem ő akar bosszankodni. Tehát ha nem akarsz bosszankodni, akkor ne bosszankodj, hanem így nézd és élvezd, amit nem, látsz. Lehet, hogy tényleg ez a jó hozzáállás, mert én emlékszem, mondtam is neked Ponna, hogy én úgy néztem mindig ezt a részt meg, hogy hétfőn volt, tudtam, hogy van, hátradőltem, és ebéd közben megnéztem, mert ugye akkor nem írtam, az úgyis szünet, volt egy ilyen 40-50 percem is. Tökre élveztem, érted? Nem arra koncentráltam, hogy most mibe tudnék belekötni, vagy ilyesmi, de egyébként félreértés ne essék, ha megnéztétek, és tényleg nem tetszik, most nem azt mondjuk, hogy hülye vagy ilyesmi, mert hogy egyébként van olyan, hogy nem tetszik. Csak fogalmazzunk meg rendes kritikát, és fogalmazzunk meg a gondolatainkat úgy, hogy mi is meg tudjuk érteni azt, hogy miért nem tetszett, mert azt mondod, hogy nem tetszett, mert nem tetszett, az nem vélemény. Nem, tehát nem gondolat. De az se baj. Semmi. Igazából az se baj. Tehát én még azt is, tehát hogy egy csomóan értek azt, megnéztem az első két részt, nem jött be a hangulata, nem néztem tovább. Ja, de itt ott volt, ez hogy okay. Nem jött be a hangulata. Na, ez már egy olyan igen. Plusz, amire azt mondom, hogy oké, de azt mondom, hogy szar, mert nem lőttek benne. Tele van propagandával, és akkor ezért nem nézem. Ez egy olyan dolog, amit így üdvözlünk a világban, mert egyébként mindenhol van propaganda, és mindig az adott rendszernek igen. Az üzenetét fogod látni vissza mindenhol. Ez így működik. Mindenkinek van álláspontja, és mindenki képviseli. Tehát, hogy igazából szerintem az a baj ezzel, hogyha azt mondjuk ki, hogy propaganda, meg mit tudom én, hogy valaki feltételezi azt, hogy érted, ezek az emberek valami áldász, gonosz stratégiával gyakorolnak valami izét, amikor Nem lehet, hogy szimplán neki csak ez a véleménye, és így erről érted. Tehát amikor... Ma már lehetetlen. Most hozzunk egy keresztet. Amikor Petőfi megírta a Nemzeti Dalt, akkor neki szimplán ez volt a véleménye. Ja. Hogy ő akar írni egy nagyon erős politikai töltetű de most konkrét időhasztály aktuál politikai kérdés. Van olyan iskola, ahol betiltották a március 15-i ünnepséget emiatt. Azt hallottam. Mert hogy ennek mert szabad aktuál sajtó. Politikai... Mi, hogy a csávó, okay. Érted? 150 éve már lehet, hogy meg is halt. Jó, nem tudjuk, hogy hol van, lehet, hogy mindig lehet, él, hogy még mert vámpír. De ezt nem is értem. Ja. Mindegy, szóval, hogy ezeket nem értem, akik így, hogy miért fosztják meg magukat az emberek jó élményektől, azért, mert az interneten azt mondta, hogy ezt, vagy azt olvasta, hogy ezt utálni kell.
Mondjuk ez most egy kicsit ilyen kétélű kard, mert mi is itt most próbálunk ki véleményeket megfogalmazgatni. Jó, nem, nyilván elmondjuk a véleményünket. Én tényleg csak el akarom mondani a véleményet. De tényleg, tehát az, hogyha valakinek nem tetszik, full oké. Tehát én tudom, hogy nem mindenkinek való. Ezzel is egyetértek. Csak azzal nem tudok egyetérteni, amikor annyit látok, hogy ez rossz, mert rossz, vagy rossz, mert nincs benne infektív, és emiatt már nem is akarok egyáltalán esélyt adni neki, mert az egyik fő játékelem nincs benne, de a játékelem, ezt már te is mondtad, azért volt a játékban, hogy ne akart szanaszét unni magát az egész sztorit. Igen, az egy játékelem. Igen. Az egy videójátékban való, tehát hogy minden műfajnak megvannak a saját maga dramaturgiai szabályai, hogy mivel mesélsz el történetet, hogy mi az eszközöd a történet mesélése, és nyilván a videójátékok interaktívan mesélnek történetet. Tehát a videójátékok egy csomó mindennel tudnak történetet mesélni. Erről egy egész videót csináltuk, aminek meglepetés az a címe, hogyan mesélnek történeteket a videójátékok. Tehát, hogy egy csomóféle mód van arra, hogy mivel mesélsz el történetet a videójátékokban, és azeknek a nagy része csak ott működik, és ugye ettől lesz szerintem valami jó a saját műfajában, hogyha a saját műfajának az eszközeit használja. Tehát, uh-huh. hogyha egy színpadi darab párbeszédekkel mesél el történetet, és arcmimikával mesél el történetet, az attól lesz jó. Hogyha egy videójáték a helyszínnel mesél el történetet, egy felfedezhető helyszínnel mesél el történetet, az a tök jó. Ha egy regény leír egy történetet, elmesél egy történetet, az azért jó, de hogyha egy játékban van ugyanez regényként elmesélve, az már nem lesz ugyanolyan jó. Pontosan. Mert az egy regénybe való történetmesélési módszer, nem egy videójátékban. Na mindegy, szóval, és épp ez az, hogy ezt látták meg, hogy egy sorozatban így kell történetet mesélni, ebben a játékban ez a történet, akkor ezt hogyan emeljük át? Ennyi. Igen, hát az egyetlen probléma ugye ezekkel a véleményekkel az, hogy azért ma már, ha olvasni arról, hogy azért egy kicsit a készítők is szabadkoznak, hogy a második évadban több infektid lesz, mindenki nyugodjon meg, lehet, hogy bevezetjük a spórákat is, még szintén játékelemek voltak, és kurvára semmi szükség nem volt rájuk, hogy itt megjelenjenek a sorozatban, mert nem ez volt a fontos, de mindegy, most elkezdenek a készítők is egy kicsit behódolni a fogyasztóknak, és ez már szerintem már problémás lehet, mert ugye ez már a kreatív szabadságot, meg a készítői víziót másítja meg, hiszen már is elkezdtek olyan dolgokra fókuszálni Druckmannék, amikre alapvetően nem is biztos, hogy akartak. És most amiatt, hogy voltak emberek, akik emiatt nem akarták nézni a sorozatot, most akkor ahhoz, hogy maximalizáljuk a nézettséget, vagy ugye a potenciális befogadó bázist, akkor most mi lenne, ha ezeket is be... És ez már nem jó. Én szerintem ez már nem jó. Ez az egész azért volt király, mert a semmiből megkaptuk, nem tudtuk, mire lehet számítani, mert imádtuk a játékot, és bíztunk abban, hogy nem tolják el az egészet úgy, ahogy van. És utána pedig megnéztünk belőle, ennyi, 8-9 részt, nem tudom hány részes volt. 9 volt. 9 részt, és megkaptuk azt, hogy ők, mint a készítők, mint a stúdió, vagy tök mindegy, hogyan akarták ezt élő szereplős verzióba átemelni. Kész, köszönjük szépen, végeztünk. És most már az a baj, hogy a második évadban ugye már valahogy vegyíteni kell a visszajelzéseket is, meg az igényeket, és azt már nem hiszem, hogy mindig annyira zseniális. És az a probléma, hogy ezt éreztem alapvetően a Last of Us 2-vel is, mindazonáltal, hogy az is egy fantasztikus játék, teljesen más, mint az első rész, teljesen más, viszont amellett, hogy én egyébként azt hiszem 10-est adtam annak a játéknak is, mert mint játék fantasztikus történet, fantasztikus karakterek, zseniális példamutató, valahol legmélyén a lelkemnek, mint idézős Last of Us rajongó, ott hagytam volna abba, ahol véget ér az első rész. Ahol egyébként a sorozat is véget ér, hogy egy ilyen dráma lényegében egy hazugsággal ér véget. Pont. Kész. És mindenki döntse el maga, hogy hova megy tovább a történet. Hogy ők ezt később átbeszélték-e, hogy egyébként Joel ezzel lezárta az egészet, és teremtett Ellie-nek egy jó életet, és magának egy jó életet, ugye visszamentek a tesójáikhoz. Basszus, fantasztikus volt. Én emlékszem, hogy ott amikor először befejeztem a játékot, tényleg 10 évvel ezelőtt, kontroller volt a kezemben, ültem az ágyamon, pécelen,
és le kellett tegyem a kontrollert, és egy helyben ültem, és tapsoltam. Fantasztikus volt. Én ilyet büdös életben nem éltem még át, hogy tényleg ennyire hatással legyen rám egy játék. Ez volt talán az első ilyen nagyon komoly élményem, ami már azért így fiatal felnőttként a gondolkodásmódomat is kicsit talán megváltoztatta, vagy elgondolkodtatott ténylegesen egy játék, milyen magamba kellett nézni, az értékrendemet megint oktatta, hogy most akkor én most kifelé húzok, mifelé húzok, jól tette-e a csávó, hogy megmentette a lányt, vagy az emberiséget kellett volna megmenteni, vagy csak hogyha nem is mentette meg az emberiséget, lehetőséget adni az emberiség, hogy döntöttem volna, na mindegy, tel is tele volt olyan kérdésekkel, igen, meg olyan vitaindító gondolatokkal ez az egész, amire egészen addig nem nagyon találtam példát az életemből, és egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni, és fantasztikusnak éreztem. Úgy, ahogy van, igen, ezt az egész löketet, amit kaptam. Tehát azt ott nagyon eltalálták. De most akkor itt a kérdés, hogy akarom én ezt folytatni. Nagy volt a nyomás a Naughty Dogon, meg igazából azt mondják a Druckmannék, hogy volt egy jó ötletük, ezért meg kellett csinálni a második részt. Működik, egybe van. Én még mindig ellennék a második rész nélkül. Igen, igazából a második rész az... tehát, hogy az egy kicsit egy másik történet, egy teljesen másik történet, egy teljesen másik alapgondolat. Tehát ez gyakorlatilag majdnem egy ilyen Hamlet adaptáció, mert ugye, jó, most mondtam, hogy nem spoilerezünk, kicsit spoilerezünk, hogy ugye a bosszú a fő tematikája, meg az elégtétel, meg az erőszak, meg a mit tudom én. És tudjuk, hogy ebben a világban ez egyébként egy kulcs és ez egy vonulat, tehát hogy azért erről beszéltünk, hogy állandóan ez van, hogy ember-ember ellen, ember-ember farkasa, ugye ember-embernek farkasa alapon olyan ellentétek alakulnak ki, ami érdekessé teszik ezt a világot. Igen. Ezért működik a sorozat is. Igen, és akkor ebben a világban elmesélni egy másik történetet, tök jó, de igen, tehát hogy az első résznek a vége az nem egy cliffhanger, hanem az egy lezárás. Az egy jó sztori lezárás, mert így nyitva hagyja, és rá kényszerít, hogy gondolkozz még rajta. Pontosan. És pont az a zsenialitása, hogy nem ad válaszokat a végén, hanem egy rakás kérdéssel ott hagy, tényleg, hogy ki döntött jól, én hogy döntöttem volna, hagyni kellett volna, vagy mit tudom én, és hogy jó ember, vagy nem jó ember, vagy ez most melyik döntés volt, ez az emberséges, vagy az embertelen döntés volt, és pontosan. Akkor... És pont ez a jó benne, hogy ezeket nyitva hagyja, és igen, azzal, hogyha egy második részt csinálsz ebben, azzal onnantól kezdve hát muszáj választ adnod kérdésekre. Igen. És utána meg már megint nem az van, hogy én nekem, mint felhasználónak a válaszom az, ami működik. Tehát, hogy lehetséges, hogy azért is szerettem ennyire, mert ugye elgondolkodtam rá, és valahol magamban helyre raktam a történetet. Igen. Én nem tudom, Joel csapatába tartozom, én is így csináltam volna. De aztán ugye megjött a második rész, és tök mindegy, hogy én mit gondoltam, az lett, amit ők gondoltak. Igen. Szóval... Ez sem feltétlenül baj, mert nyilván csak így lehet történeteket folytatni. Jó, de mondom, de ezek igen. miatt gondoltam azt, igen. hogy én szerintem ez úgy összegészében fantasztikus és kész egész. Köszönöm. Igen. Na, hát aztán... Viszont ugye elindultunk egy olyan gondolatmenet, vagy elindultál egy olyan gondolatmenetán, amivel egy kicsit kinyithatjuk szélesebbre szerintem ezt a beszélgetést, így a videójáték adaptációkról, fanservice. Tehát, hogy nem fanservice. Tehát a rajongók igényeinek a kielégítés és a rajongói feedback megfogadása. És ugye videójátékok esetében nagyon sokszor találkozunk ezzel a gondolattal, hogy végre a fejlesztők meghallották a kéréseinket. És ez egy ilyen pozitívumként van leírva, de már ez emlékszem, ez egy régi Lead Podcast epizód, a Boldizsárral beszélgettünk erről, hogy miért nem hallgatnak ránk a fejlesztők is. Igen. Ott már elmondtam erről a véleményemet, hogy azért, mert a játékosoknak nincs mindig igaza. Tehát, hogy azért a játékosok... tehát, hogy igen, tehát nyilván kiért jobban a játékfejlesztéshez, a játékfejlesztő, vagy a játékos, és hát azt kell mondjam, hogy a játékfejlesztő szerintem jobban tudja, hogy mi kell a játékosoknak, mert neki az a munkája, hogy olyan játékot csináljon, igen. amivel minél több ember játszik, és hogyha egy ember azt mondja, hogy nekem ilyen játék kéne, az még nem jelenti azt, hogy ő a többséghez tartozik, és sajnos el kell fogadnunk, hogy a többségnek készülnek a játékok, és nem a nis igényekre. Tehát, hogy az, hogy a fejlesztő hallgat a játékosokra, az nem mindig egy jó dolog. Igen, és ugyanez a sorozatoknál is, hogy nem mindig egy jó dolog az, hogyha a közönség igényei érvényesülnek, mert tényleg az volt ebben a jó, hogy itt van Neil Druckmann, aki
nyilván nem egy szent, tehát hogy amúgy ezt is felhozták, hogy azért nem tetszett nekik a sorozat, mert a Neil Druckmann hogyan bánt a Naughty Dog-os fejlesztőkkel, és kirúgtak mindenkit. Ez is az egyik kedvencem, hogy... De ez nyilván... Miért hozzám, mert rossz ember. Nem mondom, wow. hogy a Neil Druckmann egy szent, és az egész videójátékipar azért borzasztóan kezeli a fejlesztőket, és ez egy másik fontos kérdés, de ez a sztori, ez Neil Druckmannnek, és nyilván a kreatív csapatnak a sztoria. Ezt ők el akarták mesélni egy másik formában. Bevonták a Craig Mazint, akinek hát szerintem a Csernobil óta nem kérdőjelezhető meg a tehetsége. Bevonták a Craig Mazint, és együtt ezt összerakták, és ez tök jó. Azért, mert ez az önálló kreatív produktumunk volt. Relatíve feltűnően kevés stúdió beleszólás nélkül. És ezek működnek mindig a jól, amikor van egy alkotó, akinek van egy kreatív víziója, és ezt meg tudja valósítani. És én nekem valamiért, amikor most felhoztad ezt a rajongókra hallgatást, nekem annyira a Warcraft film jutott eszembe, hogy ott is annyira... Igyekszem elfelejteni azt a filmet pedig. Annyira görcsösen kapaszkodtak abba, hogy úgy meséljék el ezt a történetet, ahogy ez a rajongóknak tetszene, de szerintem ez hülyeség volt. Yeah. A Warcraftból millió és egy rohadt jó filmet lehetett volna csinálni, de nem az első rész sztoriának a megfilmesítésével. De most tényleg, kinek jutott eszébe az, hogy innen kezdjük ezt a sztori? És pont, amit most a God of War-ról beszéltünk, az lenne a legidiótebb döntés, hogyha a God of War 1-jel kezdenék el. Ja. Tehát, hogy pont azért a God of War első trilógia még kapál, az egy jó játék volt anno, de a 18-as God of War-ból kéne egy adaptációt csinálni, amiben legfeljebb flashback-ek vannak a korábbira. És ugyanezt kellett volna a Warcraft filmmel is. Hát Warcraft egy film... könnyebb úgy kibontani egy karaktert is, hogy vannak benne ugye ilyen sídi, elrejtett dolgok, ismerjük meg, minél előrébb jutunk, annál inkább megismerjük azt az adott karaktert, és így nyílik ki, és számunkra is így lesz érdekes. Igen. A és nulláról egyébként teljesen szürke, semmire kellő karaktert elkezdünk felépítgetni, az tető unalmas hát tud lenni. Hát negyedik évad, vagy ötödik évad lenne, mire érted, eljutunk a viking világba, az nem lenne olyan izgalmas, mert a God of War játékoknak a sztoria eleinte, jó, nem mondom, hogy rossz volt, tényleg jó volt, de hogy elég szegényes volt a sztori, és sokkal több volt benne a kombós gameplay. Igen, ami miatt jó volt. Igen, ez egy jó gondolat, hogy azért vannak játékok, amik a gameplay miatt jók, és vannak játékok, amik a sztorik miatt jók, és vannak benne faszal gameplay elemek. Last of Us, nagyon jó történet, érdekes gameplay elemek. God of War, félig meddig érdekes történet, mert azért ahhoz kell befogadó gyomor, tehát azért nem mindenkinek való, hogy itt nem tudom, tehát hogy akinek nem működött az az ókori görög mitológia, annak a God of War sem fog működni, viszont lehet, hogy működött, mint játék, mert elszkippelte a történeteket, és utána meg nyomott egy 370 múvos kombót, és attól én voltam a király, érted? Attól volt jó, és aztán a 18-as God of War-ban voltak ott, hogy oké, itt van ez a karakterünk, egy nagyon brutális múlta, milyen rohadt jó sztorit lehetne ezzel elmesélni, plusz meg amúgy megtartjuk a gameplay elemeket, és ez jó. És a Warcraft-tal amúgy ugyanez volt, hogy amikor 94 a Warcraft 1, vagy valami ilyesmi, amikor az első játék kijött, akkor pont most nemrégiben olvastam erről konkrét beszámolókat az alkotóktól. Nem is volt ötletük a sztorira. Tehát ők csak akartak csinálni. Egy volt. Akkor igazából az volt, hogy akkor majdnem minden stratégia játék ilyen körökre osztott volt, és nagyon kevés ilyen valós idejű, igazi real-time strategy RTS játék volt, és ők ezt akarták tökére fejleszteni, hogy hogyan lehet egy ilyen RTS-t jól megvalósítani, és izgalmas gameplayt csinálni bele. És ezen kívül nem kellett bele több történet, mint hogy az orkok meg akarják jönni az embereket, az emberek meg akarják jönni az orkokat, ennyi. Na, és nem volt sztori benne. Jó filmet lehet csinálni! És utána jött érted a Chris Metzen, aki az elsőben is így írta, meg tervezte a karaktereket, mint hogy na jó, akkor én leszek a lore felelős, mert senki más nem foglalkozik ezzel, akkor én kitalálok majd hozzá egy sztorit, de úgy legyünk őszinték, a Warcraft 3 volt az a sztori, ahol a Warcraft sztori lett. Tehát, hogy a filmet, ez teljesen egyértelmű, hogy az Arthasnak a történetét kellett volna megfilmesíteni, az rohadt jól működött volna egy filmen is. De nem ám, érted, 45 percen keresztül nézni, hogy hogyan építik fel a bázist, és rombolják le egymás bázisát, mert nem az az érdekes egy a sztoriban, hanem hogy a sztorit akarunk elmesélni, akkor az, hogy Arthas hogyan viaskodik azzal, hogy mit tegyen, hogy megmentse az embereket, meddig lehet elmenni, hogy megmentsd az embereket, és hogy milyen erőt fogadsz el azért, hogy megmentesd az embereket, és hogyan állsz át végül a ló túloldalán.
az egy jó film lett volna, hogyha azt megfilmesítik. De ehelyett meg ezt kaptuk meg, hogy, hogy invázió van, és akkor mit lehet csinálni, de hogy így minek, és hogy ezt a rengeteg munkát beleölték egy olyan sztoriba, ami, ami nem érdemelt meg ennyi munkát. Tehát ezt át kellett volna ugrani. Ez bőven elég lett volna egy fél mondatba említeni, vagy, vagy hogy egy Arthas sztori kezdődjön azzal, hogy réges-régen az orkok átjöttek egy portán, és itt voltak. Ez indul kész, a sztori. Ennyi. Erre nem kellett volna egy egész filmet erre felhúzni, igen, hogy majd később eljussunk az Arthas sztoriáig, mert emiatt már soha nem fogunk eljutni oda, hogy az Arthas sztoriáig meg legyen filmesítve. Szóval... Pedig ilyenkor kéne lenyelni a békát, és azt mondja, jó, ezt az elsőt, ezt eltoltuk, de most jön a java, és most megmutatjuk, hogy tudunk filmet csinálni. Igen. De egyébként... Ha már ugye erről beszélünk, hogy nem minden esetben jók ugye, sőt, sok esetben rosszak a rajongói visszajelzések, azért ismerünk olyan videójátékos adaptációt, ahol bizony jól jött az, hogy a rajongók beleszóltak. Igen. Ez volt a csodálatos Sonic animáció, ami hát egyébként azóta már volt mém is, meg abban az időszakban igazából minden is volt ez az egész történet. Történt ugyanis, aki nem ismerné ezt az egészen, azt hiszem, a Universal csinálta. A Universal kidobott egy trélert, amiben ugye bemutatták az ő élő szereplős és sündisznós filmjüket. Wow, játékadaptáció, mindenki várta a kedvenc kis karakterét, ami egyébként a nulladik pillanat óta ugyanúgy néz ki, és csináltak egy ilyen humanoid valamit, ami egyébként imádom, hogy megmaradt, mint karakter, mert ha valaki megnézte a Chip and Dale animációs filmet a Disney Plus-on, belerakták a Sonicot, hát, mint csúnya Sonic, és jó volt ott az egyik kérdés. Hát fantasztikus volt, hogy ezt a karaktert megtalálták, és ez a világ legnagyobb cameója lett egyébként, tehát azóta se találtam ennél jobbat, csak emiatt megnéztem azt az animációs filmet egyébként, nagyon szar, de tök mindegy, emiatt a jelenet miatt, hogy Ugly Sonic benne van, egyszerűen fantasztikus. A lényeg az, hogy itt azért kellett az, hogy a rajongók úgy döntsenek, hogy oké, srácok, ezt most nagyon eltoltátok, egy kicsit menjetek vissza a tervezőasztalhoz, és ha visszamentek a tervezőasztalhoz, akkor mi is megvesszük majd a jegyeket a moziba. És ugye a maradék az történelem, a film kijött, mindenki imádta, nem csak azért, mert hogy hajlandók voltak hallgatni a készítők a rajongókra, hanem azért, mert egyébként tényleg jó filmet csináltak, hű volt az alap... témához az egész, és érdekes karaktereket osztak be, akik ráadásul hasonlítottak azokra, akiket megszoktak, nem tudom, az elmúlt 20-30 évből a rajongók. És így már mindenki szívesebben ült be a moziba, dőlt hátra, fogott egy kis popcornt, és nézte azt a karaktert, akit nézni akart, és nem pedig valamilyen furcsa animált őrületet, ami egyébként a kreatív vízióból született, és itt jó, hogy nem maradt meg. Tehát oké, tény innentől kezdve, meg kérdés az, hogy mennyire jó az, ha nem vonják bele a rajongókat a fejlesztők a folyamatba. Ugye? Köszönjük! Igen. Én szerintem meg lehet húzni valahol egy vonalat. Van, tehát, hogyha szeretnénk egy ilyen hibridet gyártani, amiben vannak animációs karakterek, és vannak élőszereplős karakterek, és én az animált karaktereket szeretném adaptálni a játékokból, akkor bizony nem olyan rossz dolog, hogyha én törekszem arra, hogy hasonlítson. Hát igen. Másrésztről viszont, ha én mondjuk itt a Last of Us példáján elindulva egy történetet szeretnék adaptálni, akkor pont lesz arom, hogy Bella Ramsey hasonlít-e egyébként Ellie-re vagy sem. Igen. Bella Ramsey, aki szerintem, most nem akarok ennyire ilyen sarkított megjegyzéseket tenni, de aki szerint Bella Ramsey nem tud színészkedni, annak szerintem fogalma sincs arról, hogy miből áll a színészkedés. Tehát, hogy tényleg, tehát a Bella Ramsey, ő a Game of Thrones-ban is. Jason Statham filmeken nőttek fel, szóval ettől még lehet, hogy tényleg ez van, hogy amúgy azt lehet, hogy erről szól a történet. Lehet, hogy szerintük más a színészkedés, de a Bella Ramsey azt a Game of Thrones epizódot is, amiben van egy monológia, vagy nem is tudom mennyi volt, de hogy így szerintem egy egész oldal nincs a szövege kb. Abban a részben. Elvitte a hátán azt az egész részt, amit ott csinált, és akkor ugye még fiatalabb volt. Hát, tehát Bella Ramsey egy tényleg nagyon durván tehetséges színész, és nagyon durván, hát, és ebben megint csak nagyon bizonyította. Tehát azért aki még nem színészkedett, én ezt most azért merem mondani, mert én színészkedtem, meg én rendeztem is meg mindent, tehát hogy így remélem, hogy állandóan színészkedik. Van valami fogalmam róla, de azt a jelenetet,
az utolsó jelenetet a sorozatban, amikor Joel hátranézésöt beszélnek, azt kurva nehéz azt úgy megcsinálni, amit hát ő ott csinált. Az egy kifejezetten nehéz jelenet azt megcsinálni. Vagy nyilván a másik, a szembesítő jelenet a Tomiéknál, a te nem tudod mi a veszteség jelenet. Tehát ez az a kettő kulcs jelenete a játéknak, ugye az egyik kb. A félút forduló ponton, a másik meg a végén, ami az Ellie karakterét gyönyörűen bemutatja, tényleg három mondatban és néhány mozdulatban. Ha valaki nem érti, hogy azokat a jeleneteket a Bella Ramsey milyen jól megcsinálta, és amúgy a többi részét is a karakternek, az, nem tudom, mit beszélgessek a színészkedésről, mert akkor teljesen más a fogalmunk a színészkedésről, hogyha valakinek ez nem tetszik. Amíg nem próbálsz ki dolgokat, addig nem tudod, hogy pontosan ez az egész miről szól. Igen. Ugyanez a helyzet, ha kritizálsz egy videójátékfejlesztőt, akkor csináld meg jobban, basszus. De nem tudod megcsinálni jobban, mert tényleg azért csináltak ilyenre, mert így tudják megcsinálni, ez a max belőle. Igen. Ezzel sem mindig értek egyet. Csináld meg jobban, hogy mondjam, nagyon egyszerűen nem kell nekem asztalosnak lennem ahhoz, hogy tudjam, hogy egy szék kényelmetlen. Jó, oké. De nyilván nem, tehát hogy nem tudnám megmondani. De az asztalos meg tudja neked mondani, hogy abból az alapanyagból, meg abból a helyzetből ez volt a legjobb, basszus, amit ki tudtam hozni. Igen, szar, de ha te csinálnád, még rosszabb lenne öreg, szóval ez belőle a maximum. Igen. Tehát hogy az már egy szubjektív dolog, hogyha valakinek ez nem tetszik, azt abszolút el lehet mondani, hogy nekem nem tetszik, de nekem is van olyan, hogy egy színész miatt nem nézek meg egy filmet, vagy egy sorozatot. Mert most nem hiszem, hogy ki az nekem a színész. Nekem sincs ilyenem. De van. Hogy hívják azt? Az Adam Sandlernek az a haverja, aki... a legjobb brancs. Rob Schneider. Rob Schneider. Na, Rob Schneider David Schwimmer neve jutott eszembe, de Rob Schneider. Hasonló nevük, igen. Nem, a David Schwimmer, az bírom. Igen. De a Rob Schneider... Az egy nagy eresztés. Nem tudom meg. De azért szerintem azért abban azért kategorikusan nem egyet lehet érteni, hogy Bella Ramsey azért fényévekkel jobb, mint a Rob Schneider. Persze. Na, tehát hogy azért amikor a nem tud színészkedni, azt azért... Érezzük már azt, hogy vannak sokan, akik elviszem egy személyes irányba. Nekem is van olyan, amikor mondjuk olyan emberek, akik hasonló dolgokat csinálnak, mint én, vagy hasonló érdeklődésűek, mint én, de fiatalabbak és sikeresebbek nálam, Ninja, akkor azokra elkezdek irigykedni, és elkezdem... nem is tudja, miért igen, ez egy természetes emberi érzés, és szerintem sokan vannak, akik így valahogy fenyegetve érzik magukat, hogy egy fiatal lány ilyen sikereket ér el, vagy hogy ilyeneket tud, és akkor ezért ez mondják ezt. A legtöbb esetben így van, szerintem az ilyen... Szerintem a legtöbb esetben így nem van. Nem tudom, ilyen kritizáló embereket. Tehát a bulvár ebből él egyébként. Főleg, hogyha valaki fiatal, főleg, hogyha valaki lány, akkor azok azért jóval több kritikát kapnak azért, mert van benne egy kis irigység, vagy hogy nem tudom elfogadni, hogy ő... ennyire, meg főleg azért az Ellie karakter egy nagyon ilyen, nagyon határozott karakán, nagyon, hát nyilván tükörképe annak a világnak, amiben felnőtt, tehát fontos, hogy az Ellie karakter ilyen. Ez én megértem, hogy bizonyos embereknek kényelmetlen szembenézni azzal, de igen, szóval hogy ez fura, hogy azért, mert neki kényelmetlen szembenézni azzal, azért olyan dolgokat engednek meg maguknak leírni, hogy így hát ez nem már... tudom, hogy látja az anyukájuk, amiket írnak igen, az interneten. Igen, ez már egy másik helyzet. Sőt, egyébként biztos, hogy kitértetek erre a múltkor is a Danival, a pszichológus pasival. Hogy ugye az online jelenlét, meg ugye az hogyan tud felerősíteni bizonyos dolgokat, meg hogyan tud ártani másoknak. És hát igen, csak azért, mert nem így szemtől szemben ülnek le egymással szembe az emberek, már is olyan dolgokat engednek meg maguknak, amiket egyébként a valóságban valószínűleg nem is mernének megengedni, nem csak hogy érted, lehet, hogy én is végig gondolom, hogy na most azért behúznék a Daninak, milyen vélemény van, de nem húzok be neki, érted, mert bennem is van egy ilyen visszatartó erő, hogy azért ilyesmit mégsem csinálok így helyben, azt, hogyha felmegyek az internetre, akkor meg bármikor le tudok ilyen hülyeségeket írni, csak közben meg ugye a másik oldalnak ártanak, és ők ezt valószínűleg nem is, ne vagy nem mérik fel, vagy pont tesznek rá, vagy ők is megkapják, és akkor tudod, van ez az ordibáló kör, hogy a főnököm ordibál velem, én ordibálok a feleségemmel, a feleségem ordibál a gyerek. Tehát, hogy valahogy mennek ezek a körök össze-vissza. Igen. És ezért jó, mert amúgy élőben van egy ilyen korlát, és ez teljesen jó, hogy van egy ilyen korlát. Tehát, hogy ez normális, hogy az ember így működik, hogy vannak gondolatai, vannak ilyen
ösztönös gondolatai, és aztán vannak ilyen tudatos cselekvései, amivel meg így visszafogja a gondolatait. Ez teljesen normális. Mindenki így működik, hogy ezzel is szabályozgatjuk igen. magunkat, és próbálunk az általunk elképzelt jó ember képéhez közel maradni. De igen, az internet ezekből a korlátokból rengeteget elvesz, és így nagyon durva volt olvasni a kommenteket. A mi community posztunk alatt, ami szerintem azért már valamennyire egy kicsit más közönség, de én egyfolytában látom Facebookon, amikor a bármelyik magyar ilyen gaming magazin lehoz valami hírt az új kishab leányról, és az a... így, ez az egyik kedvenc témám egyébként. Hogy így... Mi az mik Isten? Ezek a kommentek? Hogy engedheti meg magának valaki, hogy ilyeneket írjon le? Tehát, hogy de ezek a példák várjál, hogy majd amikor Martin Luther King Jr. fehér ember játsz... Nem erről van szó. A kishab leány egy mese ember. Ha az én elmesélésemben az egy néger hableány, akkor az. Nincsenek is hableányok, basszus, igen. ami alapján ezt az egészet, nem is tudom. Igen. Legalább azt tudnám mondani, hogy hát itt most egy biológia könyvet vágtak a falhoz. Nem. Igen. Miért ne lehetne? Igen, igen. Ki a meg bánatot érdekel? Meg aki a Legóra haragszik, mert tolószékes Lego figurákat csinálnak. Nekem van tolószékes Lego... Hot Wheels-em. Az kurva jó. Érted? Az tök zseniális. Zseni. De hogy lehet, tehát hogy hogyan haragudhatsz valaki, tehát hogy most láttam egy videót erről, tolószékes kislány, lehet, vagy ezt így hívják? Kerekesszéknek hívják kerekes egyébként, mert hívják. Igen, nekem volt kerekesszékes csoportársam egyetemen is, és ő mindig kiavított, hogy ez bizony kerekesszék. Igen, mert nem toló, mert nem... Igen, mert nem tolják, hanem ők mennek. Nem, hanem mennek. Szóval igen. Szóval a kerekesszékes lány a játékboltban, és meglátja azt a rohadt legóizét, amiben van a kerekesszékes lány, és az arcát bazzeg megnézed, és akinek erről az jut eszébe, hogy ez valami rosszat csinált a legó, tényleg nem értem, mi van a fejében. Akinek erről ez jut eszébe. Na mindegy, most nem akartam, de ez csak elmentünk ebbe a témába. Pszichológia, hogy indultunk el, sőt, egyébként az is pszichiátria, de teljesen igen. mindegy. Tehát, nem nagyon lehet ezt kibeszélni egy-kettő órákon keresztül, ez heteket, hónapokat, sőt éveket szánnak emberek egyébként. Valószínűleg én azt gondolom, hogy ezt már így társadalmi szinten nem fogjuk kibeszélni nem. soha. Tehát, meg nekünk nem lesz meg az eredménye. Tehát ez szerintem a mi életünkben nem lesz eredménye, majd meglátjuk, hát hogy ez az eredmény... egész ez hova fog igen, kifutni. Tehát vagy egy olyan eredmény lesz, hogy így tényleg megesszük igen. egymást, tehát hogy nem marad semmi az emberiségből. Remélhetőleg még előbb. Amúgy az vicces, mert pont amikor múltkor itt volt a pszichológus Pasi, vele is ugyanerre jutottunk, vajon az internetnek ezeket a káros hatásait meg tudjuk-e állítani, mielőtt felfolyja magát az emberiség? Húzd ki a falból otthon a netkábelt, hogyha esetleg sok, de nagyon nehéz már innen visszafordítani. Szóval én nekem nagyon tetszett a Last of Us. Én nagyon örülök, hogy még szélesebb kör megtapasztalhatta ezt. Nagyon félelmetes volt látni reakciókat bizonyos történésekre, meg mit tudom én, meg tényleg, tehát, hogy nagyon durván csaptak azok a kommentek, amik jöttek a mi posztunkra is. És még egy dolgot el akartam mesélni ezzel kapcsolatban. Beszéltünk arról, hogy minél szélesebb kör megtapasztalja, és ez tök jó. Ez egy nagyon jó dolog, tehát hogy én is például a feleségemnek magyaráztam erről, hogy ez milyen zseniális ez a sztori, és most egy olyan formában volt, amit ő is szívesen fogyaszt, és ez egy értékes történet, és ez tök jó, hogy előkerült, de egy nagyon érdekes szempont jött szembe velem, nem tudom, hogy TikTokon találkoztatok-e vele, nem tudom, hogy eredendően mivel foglalkozik ez a csatorna, és neve se fog eszembe jutni, egy nő, aki vélhetőleg főleg könyvek, könyv és könyvajánló, könyvkritika, ilyesmikkel foglalkozhat, hogy kedves gamerek, miért nem szóltatok amúgy eddig, hogy ilyen zseniális sztorik vannak a játékokban, és mi egész eddig azt hittük, hogy csak nem tudom, milyen Call of Duty-ben mit játszottak, és kérlek, mondjátok még, hogy milyen jó sztorik vannak a játékokban, és most már hiszünk nektek meg minden. És az egész úgy volt megfogalmazva, mint egy levél, és akkor egy ilyen elköszönő, hogy tisztelettel a könyvolvasók, és erre jött egy válasz, hogy így
senki se titkolta az a zsenéletesen. Baszik, minden létező díjat megnyert ez a játék. A legáltalánosabban egyetértés van arról, hogy 10/10-es a játék, és mindenki imádta, és 10 éve 30 milliómodik kiadása van mindenhol. Ez senki se titkolta, senki elől a Last of Us-t. Ha valaki nem akart hallani a Last of Us sztoriáról, az azért volt, mert ő lenézte a gamereket, és ő kapujörködte az egész történetmesélést, hogy a játékokban nincs sztori. Igen. Nem a gamerek titkolták, hogy hol van ez a sztori, ezt tegyük hozzá. Indokolatlan tényleg. Szóval igen, de legalább érted, ez azoknak is megnyitja ezeket a kapukat, akik egyébként szándékosan magukat zárva. Elzárták. Igen, szóval hogy azért itt tényleg arról is van szó, hogy ez a sorozat nem arról van szó, hogy egy eredeti formájában fogyaszthatatlan lenne ez a sztori. Az eredeti formájában is pont ugyanilyen volt fogyasztani ezt a sztorit. Az egy másik kérdés, hogy sokan azt hitték, hogy nincs értelme, mert nincsenek ilyen sztorik, és most azért egy szélesebb körnek meg lett mutatva azok is, akik magukat amúgy elzárták volna ezelől. A veszélye ennek egyébként az, hogy ugye mind a mellett, hogy szerintem ez tök jó, hogy ugye megnyílik a lehetőség, és akár itt volt ez a könyvkritikus hölgy, aki most lehetséges, hogy emiatt majd odaül a Last of Us elé, és akkor mondjuk meg akarja tapasztalni az eredetiben is ezt a történetet. Valószínűleg 3,5 percnél meg fog halni az első infektidbe, mert nem tudja kezelni a dolgokat. Tehát ugye sokan azért is távolodnak el ettől az egésztől, mert olyan készségeket igényel a játék, ami alapvetően nincs benne a mindennapi készletükben. Tehát mondok egy példát. Az édesapám. Imádja ezeket a sztorikat, együtt nézzük a Mandalorian-t, együtt néztük a Last of Us-t, a Walking Dead-et, imádja ezt az egészet, de ha én odaültetem a játék elé, hogy tessék, ez a legjobb sztori, amit valaha láttam, és úgy, ahogy van, tedd magadévá, élvezd ki az egészet, 10 perc után hozzá fogja vágni a falhoz a kontrollert, hogy ő rohadtul nem tudja kezelni, megint meghalt, tehát van benne egy olyan plusz inger, vagy nem is tudom, hogy ingernek mondjam el, vagy ilyen, nem, hát nem ilyen tudom, egy készségkészlet, amivel ő nem tud mit kezdeni, és ezért elzárják őt a történettől. Valószínűleg oké, ez igaz, hogy itt ezért először a föld alatt kellett lenni, hogy ne tűnjön fel, hogy a Last of Us jó játék, de valljuk be, hogyha nem vagy gamer, akkor a Last of Us-t nem fogod tudni teljesen kiélvezni, mert nem fogsz eljutni odáig, hogy egyáltalán ez a sztori kibontsa magát, mert hirtelennyiben neked játékossá kellene tudni válni. De azért nagyon sok játékban van már azért annyira könnyű mód, amit csak a sztorira fókuszál. Mostanában egyre több van, de azért például 10-15 évvel ezelőtt én emlékszem, hogy nem nagyon volt divat, hogy én beállítom a csak sztori, mi ez nehézséget. Igen. Voltak ilyenek, de nagyon kevés volt. Hát most egyre ilyenek, több van. De akkor, egy cumi volt a karakter szájában. Igen, és akkor te voltál az a hülye, hogy miért játszol ilyen. Csak azért volt odarakva, hogy te érezhessd, hogy na, én nem vagyok ilyen. Jó, de mondjuk ez a Doomban volt. Wolfenstein. Vagy Wolfenstein. Majdnem ugyanaz, jó, oké. Okay, majdnem ugyanaz. Köszi, de a lényeg az, hogy ott abban a játékban érthető, hogy nem a sztori miatt ültél persze, oda. Persze. De ma már tény, hogy a God of War például, az is egy fantasztikus sztori, és most már ők is rejtek, a készítők is rejtek, hogy mi lenne, hogyha amúgy nem csak és kizárólag a gamereknek próbálnánk ugye ezt az egészet átadni. Szóval majd, ha oda jutunk, hogy az előző példádból elindulva a feleséged is leül, és végigjátsza maga kis játéket, és ő élvezi mind a játék oldalát, mind pedig a történet oldalát, akkor szerintem révbe értünk, és ott vagyunk jó helyen. Egészen addig, amíg ez csak egy lehetőség, és ténylegesen a gamereknek szólóan ezek a történetek, addig nem fogok meglepődni azon, hogy vannak akikhez nem jutott el egy Last of Us, mert valljuk be, aki játszott a játékkal, és ismeri, az tudja jól, hogy egy totál laikusnak ez nem fogja ugyanazt adni. Igen. Van egy nagyon jó videó erről a YouTube-on, a Gaming for a Non-Gamer, ja, ami pontosan erről szól, egy csávó a barátnőjével, akinek zéró köze van a videójátékokhoz, leülteti a játékok elé, és hogy ezen keresztül megpróbálja megtapasztalni azt, hogy az, aki folyamatosan benne van a videójátékokban, annak milyen ilyen extra
tehát hogy egy olyan extra tudása van már a videójátékokra, ami már elengedhetetlen ahhoz, hogy gyázd a modern játékokat. Amit már nem is magyaráznak el a játékok, hanem is gondolják, hogy ezt valaki nem érti. Tehát, hogy itt van azért egy kapu, amit valahogy meg kell nyitni, és valahogy úgy kell megnyitni, hogy egy tapasztalt játékos ne érezze azt, hogy jó, hogy mondod, minek mondod el a tutoriálba azt, hogy a mana potion kék és az életerő meg piros, ezt mindenki tudja. Nem tudja mindenki, de hogy hogyan lehet megtalálni ezt a tutoriál balanszt, de a tutoriál készítés az már megint egy teljesen másik történet. Még két dolgot szeretnék a lezárás, podcast lezárás előtt. Az első egy kérdés. Jó. Hogy ha választhatnál egy olyan játékot, ami hát mondjuk úgy, hogy a Craig Mazin segítségével adaptálódik. Melyik játékot adaptálnád? Final Fantasy 7-et. Mondjuk az egy kicsit csalás, már volt adaptálva. Nem volt adaptálva, bocsánat, nem. Folytatva volt. Children volt, az folytatva egy ilyen movie volt. Nem, az a Final Fantasy 7-et. Ja. Karakterek is zseniálisak, a történet is érdekes. Tök mindegy. Nem, nekem az a baj, hogy annyira szeretem, hogy imádnám, hogy a Cloudot úgy látni, hogy... De lehet, hogy megpróbálnám. Nagyon fura lenne. Nem tudom, most a Netflix próbálkozik ezekkel, és olyan rosszak. Képzeld már el. Ázsiai embereket próbálnak, érted, ilyen parókákkal, pontosan olyan netten, nem is tudom, most a napokban láttam pont a Full Metal Alchemistnek, oké, tudom, animéről van, és animét rettenetesen nehéz adaptálni, de a Final Fantasy 7-ben is vannak ilyen idézős anime elemek, amik szerintem azért működnek, mert animációban meg lehet csinálni, élőszereplőben pedig nem. Na mindegy, ha a történet, akkor lehet, hogy a Final Fantasy 7-et próbálnám meg, vagy szerintem zseniális lehet a Horizon Zero Dawn. Aha. Mert én ott azért el tudtam egyszer-egyszer képedni, meg tök érdekes világ, ott működne szerintem az élőszereplő és az anime. Tehát, hogy ott például Aloynak a karaktere számomra nem annyira ikonikus, mint például egy Sephiroth és egy Cloud a Final Fantasy 7 esetében. Tehát ott el tudom képzelni azt, hogy egy élőszerep, tök mindegy, mondjuk Tessa Thompson játsza azért Aloyt, mindegy, most mondtam egy nevet. Engem az nem zavarna. Uh-huh. Vannak olyan franchise-ok, ahol viszont, vagy történetek, ahol viszont szerintem zavarna. Sonic effektus, ott ne legyünk annyira kreatívak, hasonlítsunk inkább az eredetihez. Szóval akkor lehet, hogy mondjuk egy ilyen Horizon Zero Dawn. Ja. Mondjuk azért a Final Fantasy-t, ezt képzeljél egy ilyen nyeszlett fiúcskát. Igen, egy hordas kardal megy, és így tartja a hátán, és így zseniális. Te azt hogy emelted föl? Mondom, minden egyes anime és Netflix adaptáció ever nem működik jól, szóval csak és kizárólag történetre koncentráltam, az engem érdekelne. De egyébként meg tényleg ilyen játékokkal próbálkoznék, ahol mondjuk én szerintem nem annyira ikonikus a főszereplőnek, mondjuk a kinézete, vagy a maga a szereplő, és akkor foglalkoznék egy kicsit a sztorival. Most már ez a Horizon univerzum is eléggé rendesen kilett kupálva ezzel a két résszel. Szerintem lennének benne érdekes történetszálak. Én amit nagyon szívesen megnéznék, és ez nem lesz meglepő azok számára, akik már föltették nekem ezt a kérdést 6 milliószor. Destiny. Nem a Destiny. Nem. Annak túl sok sztoria van ahhoz, hogy a Destiny világában el tudnék képzelni egy sorozatot, vagy egy filmet. Simán. Tehát ugyanaz, mint mondjuk, amit a Halo-val csináltak. Ja. Tehát, hogy egy nem a feltétlenül a fő sztorihoz kapcsolódva, hanem valami mellék sztori, amiben felbukkannak a jól ismert karakterek, az működhetne, de maga a játéknak, hát ez olyan iszonyú régóta tart a sztori, hogy így... Vagy Mass Effect. Mass Effect. Az amúgy... Az nagyon működik a Mass Effect sorozat. Most végig gondoltam, hogy hasonló, de vagy egy kontrollált, nem tudom, ilyen idő, no, meg mondjuk, tér, meg ízé, meg karakterek. Szóval az ott mondjuk tudod, mi lenne a rossz, hogy egy sorozatban meg kéne hozniuk a döntéseket. Tehát, hogy nem lehetne... Jó, hát ott de, is ugyanez van, érted? Hogy de nyilván van... Biztos, válaszolnak van a, helyettem, van ez a, van. Igen, van egy standard sztori valószínűleg a készítők fejében. De nem amire én gondolok, az a Half-Life. Egy Half-Life sorozat, vagy egy Portál sorozat. Hát vagy film. A Half-Life, oké, a Portal, nem, az nem én vagyok, de lehet, hogy érdekes lehet. Szerintem abban van olyan sztori, nyilván megint csak az, hogy ott a gameplayt totál ki kéne dobni szinte. Ja, hát azt gyakorlatilag szinte ki teljesen kéne dobni, de szerintem meg lehetne úgy csinálni, hogy a gameplayből is maradjon,
és hát, magából a, jó, inkább a karakterek interakcióiból. Az ott jobb, igen. De inkább a Half-Life. Igen, a másik az nagyon kemény lenne, hogy abból bármit is kihozzanak, és megint csak az lenne, mint a Warcraft esetében, hogy ráraktuk, hogy Warcraft, de adjuk a franc az egész. Igen. A Half-Life az jó. Az tényleg Half-Life. Half-Life az szerintem az megint csak egy olyan, egy sorozatként, egy ilyen minisorozatként el tudnám képzelni. Igen. Fair. Érted, a Barneyval, a mit tudom én, mivel lehet egy második évad, és lehet, hogy megkaphatnánk. Hát nyilván ötödik évadként, a Half-Life 3-at is. Igen. Hogyha végigvegyünk, hogy a kettő epizódban epizód esélytelen, de mennyire jó lenne. Amúgy szerintem a Craig Mazinnek jól állna a Half-Life kifejezetten. Nem, ezzel egyetértek, a Half-Life-ban pont van annyi érdekesség, hogy ez tök jó sorozatot lehet csinálni. Igen. Hát az valószínű, hogy a kötelezők röviden videósorozatunkban abban tudja, hogy a Half-Life-ról beszélni kell, mert szerintem tökre nem tudják az emberek, hogy miért várja mindenki ennyire a Half-Life-elmet, tehát hogy ma már annyira elmémesült, hogy az emberek már elfelejtik, hogy a Half-Life 1 mint olyan az mit tett az FPS-ekért. Ez egy érdekes lehet. És akkor a következő kérdésem hozzád, és ezt már a DV-től is megkérdeztem. Ajajaj, és elrejted a izét, cuccot? Elrejtem egy kicsit. Márján, csak meg kell keresni. Ki ez a karakter? Na. Mi a csillagjegyed? Mi a csillagjegyem? Skorpió vagyok. Skorpió vagy? Új, és van egy ilyen izéd? Gamer horoszkóp. Gamer horoszkóp. Nice. Okay. Heti gamer horoszkóp. Heti gamer horoszkóp. Davy, mi volt? Ő szűz volt, azt hiszem. Nem meglepő. Oké. Amúgy ugyanezt a poént kevés elsütötte. Ne aggódj, ha nem találod meg a duo partneredet. Ez nem működik csak úgy vezényszóra. Ehelyett inkább próbáld ki, milyen single player élményekkel tudod gazdagítani magad. Egy jó RPG vagy egy gondolkozó stratégiai játék meglephet, hogy mennyire jól esik majd. Egyébként meglepő, hogy de tényleg ezek a kedvenceim. Tehát én is ilyen nagy RPG-s, meg ilyen stratégiai játékos voltam. A már sajnos RTS-eket annyira nem gyártanak, de az RPG videóban jöpük a nagy kedvencem. Hát én szerintem, ha nagyon választanom kéne, hogy egyetlen egy konzolt vagy platformot, hogy mit tartok meg magamnak, az a Switch lenne. Mert imádom az ilyen japán stílusú RPG-ket. Tehát ezek fantasztikusak számomra. Imádom. Bármikor eladnám a PS5-ömet, a gépemet, minden bánatot, tök mindegy, hogyha azt mondják, hogy csak egyet tarthatok meg, akkor az a Switch lenne. Szóval végül is ez egészen jó volt. Megint csak ugyanaz, hogy a horoszkópokban mindig olyan dolgokat írnak le, hogy úgy érezted, hogy a sajátod, de ez tényleg egészen fel. Na, működik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattátok ezt a beszélgetésünket, ami azért hát túllépett kicsit a Last of Us-on. Ezt nem lehet jól kimondani az angol szót magyar ragozásokkal. Tehát túllépett a The Last of Us sorozaton. Így már akkor jobban hangzik. És hát köszönöm Áron, hogy itt voltál. Káink, és köszönöm, hogy végre itt lehettem, és nem ott kint. És megint azt szeretném az audiotechnikának megköszönni, a hangtechnikát, a Samsungnak megköszönni ezt a tabletet, amiről tudtam olvasni a chatet közben. És nektek pedig szeretném megköszönni, hogy néztetek minket. És akkor most jön az alapvető reklám része, hogy ha te most ezt élőben nézted, de mondjuk lemaradtál az elejéről, akkor ez felkerül felvételként a YouTube-ra, és Spotify-ra is hangformában. Ha pedig a másik két helyen nézed, akkor tudd, hogy a Lead Plus Twitch csatornánkon megy péntekenként délután 3-tól, vagy néha korábban, de ha máskor van, akkor szólunk, de alapvetően csak pénteken 3-tól. Áronnak múlt héten elfelejtettünk szólni erről, hogy korábban van, és ő idejött, hogy 3-tól lesz, de már menté. Mindegy. Szóval, hogy keresetek minket Twitchen, YouTube-on és Spotify-on, meg amúgy minden ilyen podcastos helyen megtaláltok, de Spotify-t használnak gondolom a legtöbben, vagy legalábbis ott hallgatjátok legtöbben, úgyhogy ezért mondom mindig ezt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy néztek, hallgattok minket. Tartsátok meg jó szokásatokat, szép hétvégét. Sziasztok!